egy picit retro hangulatú, egy picit retro hangulatú. Milyen még a cím? Köszöntjük kedves nézőinket! Ahogy az korábbi adásainkban már láthatták, elindult nálunk az ünnepi készülődés, és ez alkalommal szerintem olyan lesz, ami nem volt még eddig, mert hogy adventi kalendárium készül, és a következő adásunk is egyébként az advent jegyében fognak tárni. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Így van, ahogy Timi mondta, ma adventi kalendáriumot fogunk készíteni, és abszolút nem hagyományosat. Viszont szerintem nagyon könnyen elkészíthető lesz, nagyon sokan fogják szeretni, és természetesen mi most egy ilyen nosztalgia karácsonyi szín, illetve stílust választottunk, viszont bármilyen színben és stílusban elkészíthető, akár modern, akár csillogós, úgyhogy szerintem nagyon sok lehetőség van benne. Jó, az adventi naptárokkal és kalendáriumokkal kapcsolatban még kérdezlek a műsor folyamán, viszont most egyelőre mondd el, hogy mivel is kezdjük el a munkát, aztán majd beszélhetünk. Egy 40x50 centis feszített vászon alapra fogunk dolgozni, ez lesz az adventi kalendáriumnak az alapja, és legelső lépésként ezt a feszített vászon alapot ilyen vanília, bézs, teljes kávé, sötétbarna színekkel fogjuk lefesteni. Természetesen ezeket a színeket összemaszatoljuk, hogy egy szép, egységes alapot kapjunk. Jó, akkor én neki is látok a maszatolást. Addig, amíg Timi maszatol a maradék festékekből, addig pedig én kiválasztom az adventi kalendáriumnak a kis zsebecskéit, amihez ilyen csodaszép karácsonyi nosztalgia mintás scrapbook albumot használunk. Ez egy nagyon jó minőségű, gyönyörű kétoldalas kartonlapokból álló album, amiből nagyon nehéz lesz választanunk. Ilyen nagyon jó ezek az albumok, rengeteg stílusban kaphatóak, nekem például steampunkos van, de tényleg, ahogy mondod, a legnagyobb nehézség, hogy mivel két oldalú, mindig választanunk el ezekből a... Hogy melyiket használjuk, igen. Így van. Gyönyörűek a színek, gyönyörűek a minták, és... Ebből mi egy kavalkádot fogunk varázsolni, de ez a kavalkád bármennyire is sok mintájú és sok színű lesz, mégis nagyon szépen fog harmonizálni egymással. Megfordítom már így, hogy a kedves nézőknek megmutattam, és akkor válasszunk. 24 kis zsebecskét fogunk erre a vászorra varázsolni, ebből már is Timi megvan nekünk 6. Én szuper. Arra gondoltam, hogy mivel szeretnék vele gyorsan haladni, szerintem úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha nem egyforma méretű zsebecskéket készítünk, hanem változatos méretűeket. Azt így tetszik. Sokkal kevesebbet kell méricskélnünk. Akár ezeket a köröket is beletehetjük, igaz, Timi? Igen. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hogyha a két kicsit nem számolom, akkor 6 meg 8, az 14. És végül is, ha a kedves nézők ránéznek ezekre a képekre, már tudják is, hogy mi az, hogy nosztalgia karácsony, de egy picit mesélj nekünk erről a stílusról, ugye idén ez lesz a trend, ha mondhatunk ilyet. Így mi jellemzi van. A nosztalgia stílus? A nosztalgia karácsony az olyan, mintha régmúlt idő karácsonyait idéznénk meg, rendkívül gazdagon díszített, a legjellemzőbb színei az a piros, zöld, fehérrel, arannyal kombinálva, de emellett megjelennek a földszínek is, amitől nagyon meghitt és szívmelengető hatást kapunk ezektől, a mintáktól és színektől. Egy picit retro hangulatú, és nagyon könnyen megérintik az ember szívét, és egyből egy ilyen varázslat veszi körbe. Így gondolom, jaj, de szép, Timi, gyönyörű, jaj, igen. Vagy inkább ezt kellett volna választani. Na, majd vegyesen, de is vannak szépek. Mindegyikben vannak szépek, és nagyon-nagyon sokféleképpen lehet egyébként ezeket a kartonokat felhasználni.
Igen, ezt akartam éppen kérdezni, ugyan scrapbook papír ennek a neve, ha jól gondolom. Igen. De hogy nem csak scrapbook készítéshez használhatjuk fel ezeket a kartonlapokat, hanem bármilyen mixmédia alkotáshoz. Bármilyen mixmédia alkotáshoz felhasználhatjuk őket, akár fali képekhez, akár képkeretek díszítéséhez, de dobozt is díszíthetünk vele, ajándékcsomagoláshoz is kiváló dekorációkat nyújtanak. Mézes kalácsuk, ez is tetszik. Nyalóka, karácsonyfa. Ez is szép. Szóval minden papír szép benne. És talán így kartonpapírral kevesebbet dolgozunk, tehát olyan alkotások kevésbé készülnek a műsor keretében, ahol ez a típusú alapanyag a domináns. Mennyire nehéz a papírt kezelni? Abszolút nem nehéz. Ez kimondottan ehhez a scrapbook technikához van alakítva ez a papír. Nagyon könnyen lehet ragasztani. Uh-huh. És mondjuk a vágás folyamatához vannak különleges eszközök? Oké, most egy ollót használunk. Hogy nem, most egy ollót használunk, de igen, ez a scrapbook technika, ez nagyon-nagyon felkapott technika, és rendkívül sok kiegészítőt, illetve vágóberendezéseket, vágóformákat lehet hozzájuk kapni. Én most így egyszerűen ollóval vágom, de vághatnánk szikével is. Hát egy ilyen télapósat mindenképpen. És talán a mai műsor ez egy remek ellentmondása lesz annak, hogy legalábbis én mindig úgy gondolom, hogy ha papírral kell dolgoznunk, akkor nagyon sokat kell mérnünk, vonalzót használni, amit lássuk be, szerintem kevesen szeretnek, de hogy a mostani műsor nem erről fog szólni. Ezt hát igen, igyekszünk minél kevesebbet mérni, Timi. De szerintem nagyon szépet fogunk majd készíteni, én bízom benne. Hogy lefestettük a kalendárium alapját, végül is ezekkel a földszínekkel, amiket kikészítettél maszatolva, de kiválasztottad a különböző mintákat, amik majd a kis zsebeket fogják képezni a kalendáriumunkon, és akkor végül is felhelyezted a különböző ablakokat, most pedig formáljuk még egy picit őket? Így van, egy kicsit még igazítunk a méreten, hogy egy picit kisebbre vágjuk őket, hogy az alap miatt szépen elkülönüljenek egymástól. És ahogy mondtad, ez egy rendhagyó adventi naptár, de milyen adventi naptárak képeznek még? Hát talán a legközismertebb a kisfiókos adventi naptárok, de akár ilyen akasztható adventi naptárakat is lehet csinálni, amin kis csomagok lógnak le, vagy akár a lépcsőkre vagy falra felszerelhető kis zokni sorozat, amiben el vannak rejtve minden napra az ajándékok. Borítékokat lehet készíteni, akár egy nagy dobozba, amiből minden nap kiveszünk egyet, vagy üvegből is lehet készíteni, amiben szintén kis üzeneteket rejtünk el, vagy csokikat. Ezernyi lehetőség van az adventi kalendáriumokban.
tehát nem feltétlenül a boltban kapható szokásos, legalábbis nálunk mindig is szokásos volt itt gyerekkorunkban, a kis ablakokat kinyitogatjuk, és akkor ott a csokoládé. Tehát ettől azért egynek az többet, is jó. Egynek az is jó, de lehet az... A bejárati ajtó mellé jövet mened egy csoki. És az adventi kalendárium helyéről mit gondolsz? Mert hogy szerintem nem csak otthon lehet ilyet gyerekeknek, vagy családon belül, hanem akár munkahelyeken na, is na, persze, igen, és akkor kisorsolni minden nap, hogy ma kihúzza ki a napi ajándékot. Munkahelyekre akár a bónusz pénznek. Például. Némi formázás szükséges a kis ablakocskáink tekintetében. Igen, egy ilyen pici kis félkört vágunk a címkéknek a tetejére, hogy ebből szépen kikandikáljanak a üzenetet rejtő belső címkék. Ehhez is van egyébként ilyen speciális szerszám, amivel kimondottan ezt a formát lehet kivágni, de mi csak egyszerűen ceruzával berajzoltuk, és Timi pedig egy kisollóval kivágta őket. Jól látom, mindegyik megvan. Nem, ez nincs. Nem jól látom. 24 megvolt, vagy 23 megvolt, 24-dik nem. Ezt követően pedig Timi, légy szíves ezzel a kis fekete pigment párnával. Igen. Lehet, hogy majd ezzel a nagyobbal könnyebb lesz. Egy picit így a kartonlapoknak a szélét antikoljuk. Ezzel eltüntetjük ezt a vágó élt, és nem lesz fehér a papíroknak a széle. Természetesen még ezeket a kis papírlapokat is tovább lehetne díszíteni, a vágással is. Le lehetne kerekíteni itt az oldalait, vagy a sarkait le lehetne kerekíteni. De így, hogyha talán az alapunk is egy téglalap, jók ezek a téglalapformák, nem? Szerintem jó. Nekem tetszik. Igen. Picit mesélj erről a pigmentpárnáról. Mi is ez? Mire használjuk egyébként? Talán erre használtuk eddig, hogy a vágásokat... Így van, a vágóéleket nagyon klasszul el lehet vele tüntetni. Többféle színben van, de amit mi a leggyakrabban használunk, az a fekete és a sötét barna. Ez a pigment párna egyébként bélyegzésre is kiválóan alkalmas, színezni is lehet vele. Akkor, ahogy mi most használjuk a papíroknak a széleit, nagyon szépen lehet vele antikolni. Úgyhogy jól ki lehet használni ezeket. És közben te elkezdted kivágni a kis ablakocskák, zsebecskék belsejét, amire akár kedves üzeneteket is írhatunk. Így van. Hallgass meg egy karácsonyi zenét, menj el sütizni. Ez jó, jó tanácsok az adventi időszak, ezt tetszik. Miért? Hát olyat is tehetünk bele, nem? Hogy hangolódjunk együtt az adventre, és akkor... És kötelező teljesíteni. Tedd ki az adventi koszorút, vedd meg a csomagoló papírokat. Minden papírnál eltűnik a vágás nyoma, ugye a pigment párnának köszönhetően, te pedig elkezded lyukaszgatni a kis... Á, majd te! Jó, akkor én kezdem el lyukaszgatni a kis cetlieinket. Miért is? Azért, hogy egy kis zsinórt
bele tudjunk fűzni, hogy még inkább hangulatosabb legyen, lehet, hogy még a zsinór csengővel, vagy egy kis fenyőgallal díszíteni fogjuk, ezt majd meglátjuk, hogy mit igényel az alkotás, de természetesen, hogyha zsinórok lesznek rajta, akkor sokkal könnyebb lesz kihúzni ezekből a kis zsebekből, addig pedig én elkezdem felragasztani a zsebeket. A kis zsebeknek a felragasztását mivel oldod most meg? Ide ugye nem a legideálisabb mondjuk ragasztópisztolyt használni. Így van, ehhez nem a legjobb a papírfelragasztáshoz, de használhatunk hozzá papírragasztót, használhatunk hozzá kétoldalas ragasztót. Én most egy ilyen nagyon gyorsan száradó mixmédia ragasztót használok, ami nagyon jó erős, nagyon jó gyorsan szárad, és ezt ecsettel fel tudom vinni a felületre. És hogy tudjuk azt elérni, hogy ne legyen hullámos a papír? Mit kell csinálnunk? Hát azt sajnos nem mi csináljuk, hanem olyan ragasztót kell választanunk a papírhoz, ami nem hullámosítja. Ez például egy remek választás. És utána azért erősen dörzsöljük oda, ha jól látom. Igen, mert ugye a feszített vászon az süpped, így nem egy kemény felület. Szerintem lassan végső formáját fogja ölteni az adventi naptárunk. Ugye a pici kis címkékbe, amire akár egy kedves üzenetet, egy kis emlékeztetőt rakhatunk, azokba kerültek ilyen arany zsinórok. Hogy könnyebben tudjuk így. Arra még gondoltam, hogy tehetnénk ilyen kis csengettyűket, de szerintem csak a 24-esre tegyünk, meg a 6-osra. Jó. Jó, ez így tökéletes. Meg a 13-os. És ugye különböző fából készült számok is kerültek az ablakokra, hogy be tudjuk azonosítani őket. Ezeket ugye az óralapoknál szoktuk általában felhasználni, illetve az adventi kalendáriumnál. Hogyha ezzel meg vagyunk, Timi, akkor a natur számokra tegyünk egy lehelletnyi arany füstfólia pályhát. Ugye ezek a füstfólia pályhák különböző szín kombinációban kaphatóak. Igen. Mire kell figyelnünk a füstfólia kapcsán? Akkor tegyük rá a füstfólia pályhát, vagy a füstfólia lapokat erre a ragasztóra, amikor a ragasztó átlátszóra száradt, akkor szépen simogassuk rá, és utána pedig a fölösleget söpörjük le róla, amit még a későbbiekben föl tudunk használni. Füstfóliázással meg vagyunk.
Végül is akkor minden számra került egy kis füstfólia, mert megszokott formában. Mi történik még most, Viki? Egy picit a vászonnak a széleit ezzel a sötét színű pigmentpárnával egy picit még árnyékoltam, és szerintem más már nem történik most, Timi, de rendkívül sokféle képpel lehetne még tovább díszíteni. Hogy tudod elképzelni ennek az alkotásnak a tovább díszítését? Jó, hát minden kis zsebecskét egyenként díszíthetnénk bársonyporral, kontúrozókkal, akkor 3D lakkokkal. Hát nagyon szépen és nagyon aprólékosan tovább lehetne díszíteni a házikókat hópasztával. Jó, hát december 1-ig azért van még legalább 2 hetünk. Aki otthon neki lát, szerintem nyugodtan egyedi kis zsebecskéket készített a videó alapján, és azt tovább gondolva. De szerintem így alapötletnek nagyon jó, és rendkívül sokféleképpen tényleg tovább lehet még díszíteni. Igen. Neked tetszik, Timi? Igen, nagyon tetszik. Mert most gondolkodok, hogy milyen üzeneteket raknék bele. Úgyhogy örülök, hogy megint újat tanulhattunk a mai nap folyamán. Erős is meg adventi naptárt még nem készítettünk. Nem. Na, szuper, akkor az első adventi naptárunk. Jó, a nézőknek köszönjük a figyelmet, következő adásban folytatjuk ezt a témát. Így van, a következő adásban egy, hát remélem, hogy gyönyörű adventi asztaldíszt fogunk készíteni, tartsanak velünk akkor is, mert együtt élmény az alkotás.